2013 óta rendez minden évben emléktornát Dombóváron a 7.-8. osztályosok számára a belvárosi általános és művészeti alapfokú iskola. Már évek óta 4 dombóvári általános iskola, valamint a vásárosdombói és a mágocsi iskolák egy-egy csapata mérkőzik meg egymással a Karászi Imre sportcsarnokban. Igazán pontosan ez a 8. Karászi Imre emléktorna. 2013-ban rendeztük ilyen néven először, de az egész torna ahhoz kapcsolható, hogy 2011-ben felújítottunk itt a járásban több iskolát, és akkor újult meg ez a tornacsarnokunk is. Innen a környékből jött egy itt lakó kezdeményezése, hogy ennek a csarnoknak még nincsen neve, és egy régen úgy mondtuk népi kezdeményezésre neveztük el ezt Karász Imre sportcsarnoknak, Karász Imre bácsi a híres dombóvári testnevelő tanár és pedagógus emlékére. A legelső tornán, amely a felújítás után kerülhetett sor, 2012-ben Dombóvár szülötte, Buzánszky Jenő adta át a díjat, amely akkor igen nagy eseménynek számított a városban. Az ezt következő évtől rendezik meg a Karászi Imre emléktornát. Imre bácsi fia azóta is támogatója a tornának, biztosítja a díjakat, kupákat. A 8. tornán sem talált legyőzőre a mágocsi iskola, így 3. alkalommal nyerte meg a kupát. A 2. a József Attila általános iskola csapata lett, míg a dobogó 3. fokára a Szent Orsolya rendi Gárdonyi Géza általános iskola csapata léphetett. 4. helyen a Vásárosdombó, 5. helyen az I. és Gyula gimnázium és 6. helyen a belvárosi általános iskola csapatai végeztek. A gólkirályi címet 15 lőtt góllal idén 3. nyerte meg a mágocsi Bukszár Dávid, a legjobb mezőnyjátékos címet a szintén mágocsi Buzás Károly, és a legjobb kapus elismerést Tenzlinger Csanád érdemelte ki a József Attila általános iskola tanulójaként. A díjakat Szenyériné Szabolcska Julianna intézményvezető és Kerényi Zsolt alpolgármester adták át. A megnyitó kapcsán mondtam nekik, hogy már a 6 csapatból ketten, tehát 2 csapat 2-szer nyert, és a ifjabb Karász Imre, hogy a kupának a felajánlója, illetve az alapítója megmondta, hogy a 3. alkalommal ez le van fektetve, nagykönyvbe viheti az, aki megnyeri 3-szor. Hát a mágusnak sikerült, tehát 3-szor nyertek, most az övék a legnagyobb serleg, és ők vihetik haza. Nagy küzdelmek zajlottak, ma is, és nagyon sok gól született, hiszen először a játék, és én nagyon jól színvonalnak értékelem, a kollégáim is ezt a visszajelzést adták, úgyhogy jövőre is szeretnének jönni, megvárjuk őket szeretettel.